Petrus József, a Nyírségi Segítők Társaságának elnöke nyitotta meg azt a konferenciát, mely arra hivatott, hogy különféle ellátórendszerek között irányt mutasson és új szolgáltatásokra hívja fel az arra rászorultak figyelmét. Az Egyesület idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, ennek apropóján szerveztek konferenciát a fogyatékosságügy és a szociális terület összefüggéséről a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Olyan kérdéseket fog boncolgatni, olyan kérdésekre fog választ adni, amelyek sajnos aktuálisak minden alkalommal. A konferencián egyrészt a szociális intézmények, legyen az bentlakásos nappali intézmény, vagy támogatott lakhatás támogató szolgálattal kapcsolatos információk hangzanak majd el. Ezeket kifejezetten olyan előadók fogják előadni, akik a szakmájuknak a krémje, hogy úgy mond. Tehát, de a Magyar Államkincstár, valamint a gyámhivatal is képviselteti magát, mert innen is nagyon fontos információkat fognak megtudni a résztvevők. Támogató szolgáltatások 2024-ben. Ezzel a címmel tartott előadást Meleg Sándor, szociális munkás, a Szegedi Tudományegyetem mesteroktatója. A konferenciákon való részvétel jó alkalom arra, hogy az ellátószervek és a döntéshozók közvetlen közelről kapjanak információt arról, hogy melyek lehetnek az ellátórendszer hiányosságai, milyen területeken van szükség fejlesztésre. Erről már Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere beszélt. Nagyon fontos ez a terület, sokrétű és szerte ágazó. Tehát néhány dolgot említenék, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban Nyíregyháza önkormányzata milyen ellátásokat, milyen szolgáltatásokat biztosít. Említhetném elsőként a nappali ellátócentrumunkat, amely egy komplex ellátócentrum, gyakorlatilag a fogyatékosok minden területére, szegmensére kiterjed, akár szenvedélybetegek, vagy egyéb pszichiátriai ellátásra szoruló fogyatékosok is látogathatják. Emellett van egy lakóotthonunk, amely 10 fő részben önellátásra képes fiatal számára nyújt folyamatos lakhatást. Nagyon fontosnak tartjuk a tanácsadást, a felvilágosítást, a hozzáférés biztosítását olyan formán is, hogy 2023-tól a családsegítő központban két főállású fogyatékosságügyi tanácsadó dolgozik Nyíregyházi és vármegyei szinten, hogy segítse a fogyatékosokat, hogy a különböző szolgáltatásokat hogyan tudják ellátni. A konferencián azok a társaságok is bemutatkoztak, akik szolgáltatásaikkal nagyban hozzájárulnak a fogyatékkal élők biztonságos mindennapjaihoz.